a hindigit, minden pogány. Tehát én úgy fordítanám le a pogányt, hogy nem keresztény. De ez nem jelenti azt, hogy nem egy Isten hívő például. De most mi a magyarokkal a helyzet? Kérem szépen, a honfoglaló magyarok szerintem kétségbe esett helyzetben voltak, hiszen ott kellett hagyják az ősöket, temetőket. Márpedig hitük szerint az ősök és az élők azok együtt élnek. Tehát el kellett szakadjanak az ősöktől. Ez nagyon nagy megpróbáltatás lehetett. Azután a kalandozók, úgynevezett kalandozók kétszer nagyon súlyos vereséget szenvedtek, márpedig a harcba menők mindig Istenük nevével mentek harcba. Tehát a nyugati Isten legyőzte az ő isteneket. Ezek azok a bizonytalansági tényezők, amik azt mutatják, hogy egyrészt a kereszténység nem volt előzmények nélkül, másrészt pedig szinte vártak rá, hogy megoldást kapjanak az új Istentől, amelyik erősebb, mint ők. A honfoglaló magyarok hitvilágára akkor derült szerintem fény, ezt sajnos én csináltam, muszáj elmondom, amikor megvizsgáltam a középkori templomaink Szent László legendáit, ahol Szent László küzd a kunnal magyar leány megmentéséért, de Szent László lóva fehér, ő ezüstben van, arcszíne világos, alig színezi valami pír, koronája is ragyog. Tehát minden fehér és ragyogó rajta. A kunon minden fekete. A kun nem sebezhető, csak a horgasinán, a hilleszinán, és amikor küzd Szent Lászlóval, láng sap ki a szájából. Tehát itt a világosság és sötétség kozmikus erőjének a küzdelmében látta a honfoglaló magyarság a világ keletkezését, a teremtést, a más világot és mindent. Tehát nem volt valami Istentől elszalasztott népesség, primitív hullással, nem. Meg volt a maga hite, amelyik egyezett a keleti vidékek nagy vallásaival, például a Perzsa, Ormuz és Arimán, vagy akár a távolabbi keleti Jagd és Yin elvével bele tartoztuk mi a keleti műveltségbe, ami akkor a műveltség bölcseje volt. Hiszen ott voltak Mohamed Ali területen az egyetemek, a csillagvizsgálók, a költészet, a muzsika gócai, ott volt a tudomány. Nyugaton Nagykárolyról azt mondják, hogy meg írni se tudott, meg olvasni se. Szóval nem úgy volt nyugat és kelet, mint ma, hanem mi szinte, hogy fordítva volt. És mi keletről jöttünk. A székelyek együtt éltek a blakkokkal, nem véletlenül hangsúlyozom így, nem a blakkokkal, és azok írását vették át. Na most Rázsonyi Lászlónak van egy nagyon szép könyve, Hidak a Dunán, ahol bebizonyítja, hogy a blakkok karluk török nép voltak, és valóban a rovásírásunk erősen kötődik a török rovásírásvilághoz, és ott éltek Magna Hungáriából a sziklökkel, a székelyekkel együtt. Tehát Magna Hungária megőrzött még népmaradékokat a székelyektől és a blakkoktól, akiknek a török nyelvi anyagát falu nevekben Rázsonyi László ki tudta mutatni Erdélyben. Tehát nem vlahok, hiszen a románok azok görög betűkkel, illetve glagolita betűkkel írtak, soha nem írtak rovásírással. Ha tehát a krónikák azt mondják, hogy tőlük vettük át, akkor ez a blakk népség, egy török népség, amelyiktől nyugodtan átvehettük, mert tényleg törökös jellegű, de nem török a rovásírások. Aminek emlékei főként a Székelyföldön maradtak, de újabban a Szarvaskörnyéki Tűtörtön vagy a Nagyszentmiklósi kincsen korán birovás írásaink is bőséggel, lassacskán bőséggel vannak. Sajnos ahányan megfejtik, annyiféle féleképpen fejtik meg, de mindegyiknek van magyar megfejtése is. Hogy melyik az igaz, azt nem a szívünk dönti el, hanem a tények. A Nagyszentmiklósi kincsről az a véleményem, hogy két asztali készletre bomlik. Az egyik asztali készletben mindenből,
tehát korsokból, ivóedényekből, stb. Négy van, a másikban három. Az egyik asztali készlet ornamentikája, mintakincse erősen kapcsolódik a késő avar olugorhoz, a másik erősen kapcsolódik a Szent Istváni időköz. Tehát valami olyan sejtek, mint amiről a krónikáig szólnak, hogy Árpád a fiának megszerezte mén maradt lányát feleségül. Tehát egy itteni fejedelem, leány, hercegnő, fejedelemasszony és Árpád urakája, vagy a fia kötöttek házasságot. Valami ilyen rejtezik Nagy Szent Miklós hátterében is, hiszen azt elrejtették, hogy földi délen egy szerb parasztember találta meg, és került aztán Pestre, és innen került, megvásárolta Bécs. Eddig csak egyetlen egy tartson lemezt ismerünk, ha jól emlékszem, Bardolin területről, de a zöbe vagy 30 darab itt került elő, tehát nyilván itt készült. Az ötvösök úgy dolgoztak, mint a magyarok, ötvös szurokkal töltött félgömbre tették rá a tarsonlemezt, rárajzolták, végigponcolták, megfordították, végigdomborították, aztán végül aranyozták, ha aranyozták, de általában aranyozták. Szóval kiváló ötvöseink voltak, ugyanúgy, mint kiváló orvosaink, akik koponyák lettek. Méghozzá nagyszerűen, úgyhogy életben maradt az illető, akinek a fejsebe baj nem tenyeri. Úgyhogy ez is lemeztettek rá, ez nagyon jó baktérium elállító, és életben maradt, mert besarjadt a sebnek a széle, koponyának a széle. Természetes módon érdekli a magyarokat, minket, hogy hogy éltek ez elején. Nyugodtan merhetem mondani, hogy hallatlanul fegyelmezett, tiszta családi életet éltek, méghozzá egy nehézségben. Kérdés, honnan tudom? Na hát a temetőkből. A temetőt én úgy fogom fel, mint a halott falut. Ebben sokat segített, hogy édesapám még falujába, Udvarhely megyében, Abásfalujában jártam, és ott láttam, hogy a falu úgy családonként települt. Majdnem, hogy nemzetségenként települt, az rokonok egy-egy csukorékban voltak. És a temetőben ugyanúgy volt. Tehát a temető a halott falu. Azaz a temetőből vissza lehet következtetni az élő falura. Na, hát szóval innen tudjuk, hogy a magyar családi forma, az úgynevezett nagy családi forma volt. Ez nem azonos a mai szójárásunkkal, hogy sok gyermek van a családban, hanem azt jelenti, hogy a szülők, esetleg a nagyszülők, a szülők és a gyermekek egy közösségben éltek, közös vagyonnal, közösen gazdálkodtak, kinek-kinek a feladata, tehetsége, képessége súlyának megfelelően járt ki a családban a helye. Ezt érdekesen tudom bizonyítani, ugyanis a nyílvessző, a nyíl nem csak harci eszköz volt, nem csak vadász eszköz volt, hanem egyúttal társadalmi rangjelző is. Nálunk oda az a Székelyföldön még mai napig is a erdőközösségeket nyílak szerint tartják számon, ami most már nem nyíl, hanem papír, amire rá van írva a neve. De hogy kinek hány nyílnyi joga van, az még mai napig is érvényes, és úgy tudom, hogy nem csak a székelységnél, hanem a magyarság többi részénél is. Tehát a feladatok nehézsége szerint vettek részt a közös munkában, élvezték a közös munka gyümölcseit, vagy ültek az étkezéskor. Abban a sorrendben, amilyen feladatuk, hogy hány nyílnyi joguk volt, a nagy család fejének 8, a többinek 7, 6, 5, 3, 2, 1, stb. Na hát így ültek az asszonynál a férfiak. Érdekes módon az asszonyoknak nincs helye még mai napig sem. Vajon mi lehet ennek az oka? Az, hogy a nők nem szerves részei a család mágikus egységének, mert vagy kimennek belőle a lányok, vagy oda jönnek az asszonyok. Tehát valahogy nem idegen test, de mégsem tagjai a család mágikus egységének, mert a családfő egyúttal a család, hát nem azt mondom, hogy papja volt, de majdnem, hogy az volt.
ő osztotta az ételeket, ő adta ki minden nap a munkát, ugyanúgy, ahogy a feleség a asszony népnek. Tehát ez a családi élet tele volt szertartásokkal és játékokkal. A munka felosztásról pontosan nem tudunk. Nyilvánvaló a földművelés férfiak dolga volt, állattenyésztés férfiak dolga volt, az erdőlés a férfiak dolga volt, a mesterségek közül, például a nyerges mesterség, íjas mesterség, az asszonyoké pedig hát a gyermeknevelés, a baromfi tartás, az állatok fejése, a tejtermékek készítése, esetleg kumisz, sajtkészítés, hát nagyjából az, mint mai napig is. És a falu is inkább olyan volt, mint a mai falu, sem mint az a falu, amit a nyelvészek kikövetkeztettek. Itt most megint úgy vitatkozom a nyelvészekkel, hogy elfogadom, amit ők mondanak, hogy a házunk például sátor volt, meg mi állatbőrökkel. Igen, az volt, de Krisztus előtt 6-7 ezer évvel. Tehát amikor a finn-ugor kölcsön szó áradat megtörtént. De nem a honfogláskor. Én felgyön kiástam egy honfogláskori falut, kiástam, de hogy ástam ki, ahol szabad földek voltak, csak ott áshattam. Tehát végeredben nincs teljes térképünk a faluról, de ott voltak jurtok. Méghozzá olyan jurtok, tudják, az a mai nomád sátor, ami körül volt sáncolva. Tehát nem a napi költözködésre berendezve, hanem a napi lakásra berendezve. Képzeljék el egy olyan lakást, amit ha sokan vannak, kitágítok falakat, ha kevesen vannak, összéphúzom, hát ez valami pompás dolog. És állandó kapcsolatban vagyok.